Sziasztok! Újra itt volnánk egy Lenovo Legion go uh, videóval. Ugyanis volt több olyan kérdés a csoportomba, amelyre majd szeretnék így választ adni. Hova mész, kis kutyá? Persze, hogy ilyenkor kell mászkálni, amikor a videót csinál. Na, szóval uh, volt egy olyan kérdés, ugye ez is érdekes dologban bennem sem merül fel például az a tény, hogy esetleg valaki soha életében nem használt ilyen és dolgokat, nem tudja, hogy kell installálni egy egyszerű magyarítást. És volt egy ilyen kérdés, hogy hogyan lehet itt a konzolra feltelepíteni a magyarítást, mivel ő neki nem volt Windows alapú számítógépe, hanem egyébként csak konzolokon játszott, stb. Nyilván ezt nem tudhatja mindenki, nincs is ebből semmi gond, nagyon szívesen megmutatom. De első körben, amit érdemes tudni, hogy van jelenleg két olyan fontos magyarítás oldal, ahol uh, le lehet tölteni a játékokat. Az egyik ilyen, az a magyarítások portál, magyar, magyarítások.hu magyarul, illetve van a Gép Monster. A kettő között van óriási különbség. Az egyik az, hogy a magyarítások portálon itt a ténylegesen olyan fordítók munkái találhatóak meg, akik saját két kis kezükkel fordítják le ezeket a játékokat. Tehát azért elég komoly munka van a háttérben. Néha évekig készülnek egy-egy játéknak a fordítása, valami egyébként gyorsan elkészül. A másik, itt a mesterséges intelligenciát használják tulajdonképpen a készítők, vagy valamilyen fordító programot, de semmi extra. -t. Na, azt kell tudni, hogy ezek, a, a, ami a mesterséges intelligenciával, vagy akár egy Google translate a Google Fordító Programmal készül, hát azért hagynak némi alatt maga után. Nyilván nem olyan lesz a szövegkörnyezet, vannak uh, komoly pontatlanságok is, ellenben azért vannak olyanok, amiket egész jól lehet használni. Én például mondjuk használom a magyarítást a Starfield játékhoz nem baj, hogyha van, rengeteg ilyen dialógus, ne azért megkönnyít az ember életét, de ugye szokták mondani, hogy tanulma egy idegen nyelvet, nos, én beszélek angolul, de azért vannak olyan játékok, például Red Dead Redemption 2, ahol bizony jól jön, hogy jól jönne egy igazán jó magyarítás, mert olyan slangben beszélnek, amit nem feltétlenül fogsz megérteni, legalábbis én nem, de mindez az én személyes véleményem. Na de meg fogom mutatni, hogy hogyan is kell használni. Följössz mondjuk ide a magyarítások portálra, és beütöm, hogy Mit tudom én. Piklibe van a az... Utálom ezt a bilincset, hogy egyébként. Nézzük, bejön jön -e az XCOM. Miért nem jön be? Ja, most már is akarom. Ez az Enemian No. Ez volt a legelső. Legelső, hát ami fel lett újítva. Igen. Egyébként ezt utána ebben az oldalban, hogy annyira nem egyértelmű számomra. Jó, itt lesz szerintem a magyarítások. Általában van olyan, hogy el kell menni külső oldalra. Így van. És akkor ide jössz, itt meg kell keresni egy letöltő linket. Mert az a probléma általában, hogy a legtöbb oldal már annyira régi ez a játék, és szerintem van vagy több mint 10 éves. Nem feltétlenül fognak működni a letöltő linkek, ahogy itt sem. Vész <laughs> Ezt azért gondolnak a készítők is ilyen dolgokra. Na nézzük, nem akarok nyugálni folyamatosan itt a kamerával ide. Aha, és itt vannak a játékok. Nyilván az X-nél kell keresni. Itt is van. X comani Anno plusz a DLC. -k. Na, szépen rábökünk. És miért töltött bele kétszer? Na, és van, van két lehetőség, illetve nem is kell tőle több olyan lehetőség. Van egy olyan, amikor van egy setup file, amit ha elindítasz, a lényegében automatikusan történik a telepítés. Illetve van olyan, ahol te magad kell, hogy manuálisan feltelepítsd oda, ahova feltelepítetted a játékot. Nem egy bonyolult egyébként, erről van számtalan videó, erre nem akarok külön kitérni, mert most csak időhúzás volna. Itt el lehet olvasni általános információkat, hogyha érdekelnek. Nekem felismerte, hogy most hova telepítette. Oké, okay, magyar szöveget, meg a tudnivalókat is telepítjük fel. És ennyi. És itt van az, hogy magyar a felirat betűtípus telepítése iscom enemű within dlc -hez. De nekem nincs fent a dlc vagy fent van a DLC, tökéletes, az, hogy azért telepítsük fel. Nagyon jó, press ennek ki. tök jó, hogyha van, hogyha volna egy gomba, ami előhozom a, hogy csak én vagyok ilyen bérna, a billentyűzet egy kombó. Utána kéne nézni a felhasználói felületeknek. Na, és ennyi igazából a telepítés, de egy nagyon sok mindent fordítottak már le a srácok, mint lehet látni. És egy köszi fiúk innen is. Jó, így kell feltelepíteni a lényegében a magyarítást, és hogyha most elindítom, akkor elviekben ennek magyarnak kell lennie. Órák kérdése is elindul. Papperem, 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 még telepítet is mindent szerintem. Na végre. Uh, XCOM. Ez még csak a launcher volt. Akkor ezek szerint megvan az enemy bitűn hozzá. Már nem tudom, mert tök régen játszottam vele. Jó öreg Firaxis. Imádom. Na, és magyar lett. Csak kurva nem reagál itt a kontrollerre. Vannak játékok egyébként, amikkel nem igazán lehet, viszont nem tudom, hogy ki kéne próbálni, hogyha például rácsatlakoztatod a... Mert hát mondjuk ez ilyen fél stratégiai, taktikai játék, úgyhogy nem feltétlenül erre való. A lényeg az, hogy most így láthatod, hogy láthatjátok, ez magyar nyelvű lett, ott van szépen minden lefordítva. Oké. Okay. Szerintem ezzel kiismerítettük a témát. Ennyire egyszerű a magyarítás feltelepíteni, sokkal kényelmesebb szerintem, mint egy Steam deck -en. Bár én a második Steam Deck-emre rápirítottam már a Windows-t, mert engem irritált az a rendszer. Ezért is adtam el, én tudtam megszokni a Steam os -t. Ezt igazából azok szeretik, akik a Linux-on nevelkedtek. Én nőcsém 90-es évek elejé óta, amióta van a Hát szerintem a Windows 95-tel találkoztam, vagy még lehet, hogy korábbi, nem emlékszem már pontosan, de szerintem inkább korábbi van, melyen 93 környékén. Én azóta azt használom, úgyhogy nekem nem akar és az egyéb rendszereket. Számítógépet. Az, hogy telefonon más van, milyen rendszerek vannak, az megint más tészta. Na, találkoztam olyan kérdésekkel is, hogy milyen most a Legion, mennyire Jók a drágyverek, stb. Most jelenleg egyébként, amit jött nemrég frissítés, meg kell kétszer betölteni, amikor bekapcsolom, akkor is, na mindegy. És uh, megmutizom, ha hajlandó belemenni, most jelenleg a 1.0.2.7-es van benne. Ez azért fontos, mert itt baloldalt láthatjátok, hogy több ö, opció lett a személyre szabásban. Ez egyik nagyon fontos. Ez. Az illesztő programok. Ugyanis, hogyha belemegyünk, hogy keresés, magától most már a... a a Legion szépen elkezdi keresni. És hops nincsen olyan illesztő program. Ettől függetlenül azért meg lehet keresni manuálisan a, a Lenovo-nak a saját honlapján a, az esetleges drájvereket, és te magad is fel tudod e, rakni. Volt itt olyan kérdés, hogy mennyire stabil a szoftver már. Hát most nem tudom, mit ért a stabilitás alatt. Én még nem tapasztaltam ebben, vagy a Legion Go-ban összeomlást, pedig aztán Baromi sok játékait láthatjátok a kijelzőn és játszom. mai napig, vagy most a Game Dev Tycoon az, az úgy lekötött. De az L.A. az, t azt, azt végül akarom majd vinni, utána szépen jönnek a többi játékok is. Én nem találkoztam lefagyással, nem találkoztam összeomlással, vagy újraindulással, vagy hogy nem akart bekapcsolni. Most egyébként borzasztó halk. De rakom egy kicsit a mikrofonhoz. Tehát így nulla szinte a hangja. Um, milyen a speaker? Um, hát tök jó, nincs olyan semmi bajom. Nyilván nem olyan, mondjuk, mint a iPhone 15 Pro max vagy egy iPadnek, de engem igazából nem nagyon érdekel, mert hogyha egy ilyen kézi konzolra játszol, azt azért vegyük már figyelembe, hogy ez egy gyerekek, ez egy kézi konzol. Ha számítógépet akarsz venni, akkor vegyél számítógépet, 32-szoros monitorral, baszál bele egy erőművet, baszál rá egy 7.8.48.1-es hangfalrendszert, és akkor olyan lesz a hang, amit akarsz. Ez egy kéziszkó konzol. Ez azért van, én azért használom, mert befekszem az ágyba este, és van mondjuk egy órán, minden elcsendesedett a, a család, a ház, és én tudok játszani szépen nyugisan, nem kell bekapcsolni a gépet, hogy minden itt világítson, pörögjön, stb. De ez nem jelenti azt, hogy nem játszanék a gamer PC-n, és stb. 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 Ez nem azért van, hogy te most egy, egy ö, effektíve egy számítógép helyett használsz. Arra is alkalmas, mert használhatod tabletként is, de ez, ez, ez más, teljesen más a, az egésznek a, a miértje, vagy a mikéntje. Jó, ö, itt volt még olyan kérdés, hogy hogy lehet beállítani a gombokat. Na hát az is roppant egyszerű itt belemész, melyik penőben is van? Miért nem látszik tovább? Na mindegy, itt vannak a fényefektusok. Van kettes, látod? Most éppen zölden villog. Van a hármas verzió. De gondolom ez neked is megvan. Van az egyes verzió, amikor csak világít, és azt hiszem, hogy itt van benne. Ha belemész a Legion Space-be, itt van a játékvezérlő, hogy be tudod állítani a rezgést, gyenge legyen, nekem hogy gyenge, mert borzasztóan tud idegesíteni. És itt van nyárt valahol a nyád, nem menj el innen. Na itt van a fényeffektusok. Belemész a fényeffektusokba, és itt van az, hogy mit csináljon. Világítson, dillogjon, dinamikus szín legyen, spirálszivárvány. Most mit tudom, legyen dinamikus szín? Hát az is akkor itt mindenféle fajta szín megjelenik. Mondjuk engem az úgy őszintén szóval idegesít. Hogy be tudod állítani a magát a színskálát is, Most például zöld. Ilyen nagyon zöld. És itt is mutatja ilyenkor, hogy most neked milyen színű. Ott, ott. Na, ja, ennyire egyszerű. Szóval, itt van menne a személyre szabáson belül, fényeffektusokat engedezett. Nem engeded, akkor kikapcsolod, bekapcsolod, kikapcsolod. Ez itt tök jó. És itt van ugyanaz, amit mutattam, hogy milyen van a sokféle fényeffektus, hogy villódzon, stb. 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 belet minden mindent állítani, mindent is. Hm, jó. Na mindegy, szóval így, így, ennyi lett volna igazából, amit akartam volna. Meg hát itt vannak itt olyan kérdések, hogy volt-e olyan, hogy nem kapcsolt be az a gomb? Nem, nem volt. Mert itt írták, hogy egyik napról a másikra, ez így nem, nem akart üzemelni. Hát ilyenkor kellene egy, force restart, amivel erőszakolod az újraindítás, vagy a BIOS-ban próbálnak valamit beállítani. De ezt így annyira nehéz szóban elmondani, nem autószerelés telefonba, ezt látni kéne, vagy egy kollégám szokta mondani. Ja. Jó, na mindegy, egy ennyi lett volna egy dióhéjban, amiről beszélni szerettem volna. Igazából itt a magyarítás, meg ez a pár dolog volt a, a főbb dolog. Meg az, hogy most ezt nyugodtan telepítsétek fel ezt a legújabb frissítést, bár olvastam, hogy volt olyan, akinél hát összeszarta magát a, a Legion a, a, frissítés miatt. Én ezt nem tudom, nem érzékeltem. Szerintem tök jó volt, hogy lett ez, mert most már itt simán tudom az illesztő programokat is frissíteni. Ettől függetlenül csekkoljátok le mindig, hogy a Windows-a van-e frissítés. Bár én úgy hallottam, most előbb, hogy a legújabb Windows és hát így hagyném, még kívánni volt maga után. Jó, ha volna egyéb kérdésetek, vagy érdeklődnétek, akkor nyugodtan tegyétek fel ezt a kommentben. Nagyon szívesen fogadom, és próbálok megválaszolni. Akár privát üzenetben is, akár komment szekcióban is. Illetve gondolkodtam még egy olyan opción, hogy esetleg egy ilyen livestream keretén belül, én bemutatom a konzolt. Nyilván ez azoknak szól most, nem azoknak, akiknek már van ilyen konzol, bár lehet azoknak is érdekes, amiről beszélek, de inkább azoknak, akik esetlegesen a vásárlás előtt állnak, és gondolkodnak azon, hogy mondjuk miért ezt vásárolják meg. Még amit mondani akarok, ugye az MSI Claw nevű, hát nem is tudom, ilyen, ilyen Asus ROG, Ölánynak a koppintásának tűnik számomra. Ugye az is jön ki hamarosan. Őszinte vagyok, így, így, így én szeretem az msi t mert a gépemben is olyan alaplap videókártya is van, például, de úgy összességében az a véleményem, hogy még működik a mikrofon, hogy lemerüljön, közben megnéztem. Szóval az a véleményem, hogy tök ugyanúgy néz ki, mint az ölány, és nekem ami ami probléma, az a kijelző méret. Mert ami, ami elsősorban a Legion Go mellett szól, az az, hogy nagyon kényelmes rajta játszani, és borzasztó szép a, 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 a kijelző, nagyon jó a tartománya, a színskálája, egyszerűen csak pozitívumban, szuperlatívumban tudok róla beszélni. Mint mondottam, volt nekem, volt dekkem, és nekem az volt a legnagyobb problémám, hogy annyira apró és pici volt, meg az a kába és az a zavart, itt ennél nincs. Jó? Na mindegy, csak ezt akartam elmondani, ennyi lett volna a videó is, úgyhogy. Mint említettem, nyugodtan tegyetek fel kérdést a komment szekcióban, vagy írjatok rám. Nagyon-nagyon szívesen segítek. Jó, na legyetek jók. További szép napot, estét, reggelt. Sziasztok!